Műsorunk elsődleges célja a szórakoztatás, és biztos vagyok benne, hogy mindenki remekül szórakozik, amikor egy-kettes Renault Megane-okat, Opel Astra-kat és hasonló érdekes autókat próbálunk ki, de mi lenne, ha most bemutatnék önöknek egy 6000 köbcentis, 12 hengeres, hatalmas nagy turbómotoros C-mercit? Aki autóversenyző, az ős tehetség. Kicsikora óta ezzel foglalkozik, vannak akik tanulják, mint én, de igazából nem tudják. Ugye vannak azok, akikért 5 évesen jön ki először a rendőr. Mi, Oliver? Hogy is volt ez? Volt ilyen. De be is vittek, le kellett előzetes? Nem. 5 évesen? 5 évesen, igen, gokártoztam a faluban, az utcában. A faluban gokártoztam 5 évesen? Igen. Na figyelj, beszéljük arról, hogy mi itt ez az autó. Ez egy C-mercinek kinéző tárgy, de itt alatta ülve már feltűnik, hogy igazából itt kőkövön nem maradt dolog. Ez az M120-as 6 literes 12 hengeres motor. Szívóként egy ilyen egyéni kipufogó rendszerrel 443 volt padon tavaly. A nyomaték? Az pedig 560 Nm. De az a modébb lehet állni? Az alodébb, igen. Szóval lehetett azért használni így is, de most már a driftben annyira fejlődnek a konkurensek, hogy muszáj följebb menni teljesítményben, mert már új slick gumikkal kell menni, hogy legyen esély, stb. Azért azokat forgatni már kell. Ezért került rá az a cefet nagy turbó, ami igazából a világűrből is látszana, ha nem lenne fölötte egy autó. Így van. Most 630 lóerő, így félbáron, és közel 900 Nm. Viszont a 3500-as fordulattól végig tudja ezt a 900-ot. A kompresszor is felmerült, mint fejlesztés, de aztán végül kiadta a hely meg az egész. A kiadta szó, az egy nagyon fontos terminus technicus az autóversenyzésben, mert amikor valami jó, akkor nem azt mondjuk, hogy jó, hanem hogy kiadta. Kiadta a cső, kiadta a kanyar, kiadta a turbó, amikor meg valami nem jó, akkor mit csinált? Nem adta ki. Ennyi? Mint pár hete Mária Pócson. Ja igen, te pár hete Mária Pócson összetörted az autót. Így van. De most együtt fogunk menni. Most együtt. Meg idadod. Itt is gumifal sem. Meg idadod egy körbe. Reméljük tart. Kedves nézőink, az ország legerősebb C-merciében. Van benne akarat, ez jó lesz. Én soha nem rugom el úgy, hogy az elejére hagyatkozok. Ja, hogy tartson az orra? Igen, hogy az orrán van a terhelés, és olyankor én nem rugok alá, mert megtúrja. Akkor a kézifék a tudi. Aha. Elképesztő este a villam mozog az autó. Húzzad neki! Ez az! Hát szóljon! Ez rendesen meg van építve, azt kell, hogy mondjam, hogy iszonyúan jó ott van az úton, és ahogy látom, tényleg minimális kormánymozdulatokkal gázzal fordítható, amikor már elindul, onnantól kezdve gól. De hogy ez a padlólemez, ez már most annyira forró, hogy a vastag bagácsom talpán keresztül érzem, az azért az kemény. Soha ne vedd el! Jaj, de jó! Jól jegyezzék meg, erőből soha nem elég! Soha! Igazából a férfi ember egyetlen egy olyan élethelyzetben képes elviselni azt, hogy pépessé darálódnak a magyarói, amikor egy biztonsági jogsátja teszi ezt vele egy 630 lóerős, 12 hengeres C-klasszéval. Igazából a tűzfal az, ami a legnagyobb módosítás így a kasztiban, azt ugye kivágtuk és hátrébb került a motor súlyelosztás miatt.
Ezen kívül a kaszni az még gyári, szóval még lenne mit könnyíteni rajta. Hát amennyit én látok, az gyári nagyjából ez a padlólemez, de több nem. Gyakorlatilag soha nem lehet leállni egy ilyen autónál, főleg ami ennyire egyedi, és nem egy sablon alapján készül, hanem mindenre mi jövünk rá, és nem sikerül egy verzió, akkor vissza az egész, még egy verzió, és gyakorlatilag mindent ki kell próbálni magunknak, ahhoz, hogy kiderüljön, hogy az jó, vagy nem jó. A váltót azt, hogy hoztátok össze? Az egy 5-ös BMW-nek, egy 530 dízel BMW-nek a kézi 6-gangos váltója, ami el lett vágva haragnál, és össze lett heggesztve a gyári automata váltójával. 600-asnak, a kuplunk pedig egy egyedi gyártott kuplunk, egy dupla tárcsás szinten. A hátulja, a hátsó futómű, az micsoda? Az S-osztály. 140-es. Így van. Bálna. Igaz, a Diffy? Diffy és Bálna, féltengely kis Bálnából van. Mennyi, mekkora a végeltétel, vagy milyen? Ez 282-es Diffy, a 600-asban gyárilag 260-as van. Szóval igazából nem sokkal rövidebb. Azért kellett ilyen aránylag hosszú, mert ha rövidebb, akkor kész, akkor egy helybe állsz. Igen, csak leforog és állandóan váltani kell. Félelmetesen rövid úton jár a gázpedál. Igen. Az valami egészen elképesztő. Igen, meg a reakció nagyon gyors. Aha, jó lesz ez. Igen, ilyen, szóval kanyarba kuplunk már egyáltalán nem kell. Aha. Aha. Várjál. Állj meg. Mi van? Szerintem lefordult az eleje. Eltoltam az elejét? Szerintem igen. Guruljak lassan? Ne, megnézem. Az erős autó tulajdonosok szokatlan problémáit jellemzi itt mellettem a kép, ugyanis az erős autó tulajdonosainak meg kell szokniuk, hogy ha kitekerik a kormányt és gázt adnak, akkor az autó nem el fog fordulni, hanem keresztbe letúrja magáról a gumit, mint történt az jelen esetben is. Benne van. Benned van az a megszokás a fehérből, hogy nagyon agresszívan kell, itt pedig kisebb mozdulatok az elég. Amikor már trippe van, akkor csak így ilyen finoman játsszál. Aha, jó. Jó, szép. Na, csak ért valamit, hogy beszéltem. Nem, nagyon aranyos, hogy köszönöm. Soha nem gondoltam volna. Egyrészt az, hogy beleülhetek ebbe az autóba, másrészt az, hogy igazából amikor jó egy ilyen autó, akkor ennyire jó. Érted? Hogy ennyire magától értetődően kezelhető, hogy még az én fakezemmel is azért nagyjából már most néha is kiadogatja. Azaz, azaz. Most a szűkre. Jó, még a mentés is jó volt. De az kellett bele. Az kellett. Jó. Kész, elég. Itt kell abba hadni. A csúcson. Igen, figyelj Oliver, nagyon köszönöm barátom. Nagyon jó, köszönöm. Volt. Nagyon köszönöm. Neked nem, nekem igen. De egyébként érdekes azért megtapasztalni a jobb egyből is a kocsit. Nagyon köszönöm. Köszi szépen. Emlékeznek önök, amikor gyerekek voltak és elkezdték enni a boci csokit, és a felénél azt mondták a szüleik, hogy most már ne egyél többet, és elvették maguktól? Hát, ott viszik a csokimat.